A rasszizmus egy csúnya szó. Nem szeretem gyakran felhozni, de egyszerűen nem tudok másra gondolni, amikor a város némely lakói folyamatosan akadályokat gördítenek elém. Mi másra gondolhatnék? Newmarket kisvárosában, New Hampshire-ben találjuk meg annak az embernek a sírkövét, akinek az emlékét és a sírját teljesen elfeledték. Nagyszerű dolgokat ért el. Wentworth-szel kapcsolatban minden kivételes. 1746-ban született. Édesapja, Hope Steele, egy felszabadított rabszolga fia volt. Hope Steele építészként és ácsként dolgozott, és gondoskodott arról, hogy vegyes hátterű fia taníttatva legyen. A közoktatás nagyon ritka volt a 18. századi gyarmati Amerikában, különösen színes embereknek. Akkoriban nem volt sok állami iskola. Az, hogy Wentworth egy Harvard diplomás oktatótól tanulhatta az olvasást, az írást, a matematikát, korábban ismeretlen volt, még egy fehér ember számára is. 1995-ben egy New Hampshire-i végzős hallgató Eric Tuveson a szakdolgozatát Wentworth figyelemreméltó életéből írta. Az első lépés, hogy először is meg kell néznünk, hogy ki is volt egyáltalán Wentworth, és mi tette őt képessé, hogy sikeressé váljon ebben a környezetben. Iskoláztatása után visszatért Newmarketbe, hogy tanárként dolgozzon és családot alapítson. 1768-ra olyannyira megbecsült állampolgár lett, hogy megválasztották a város rendőrének. Így Amerikában ő volt az első színes bőrű, akit közhivatali pozícióra választottak. Ebben az időben zajlott az amerikai függetlenségi háború. Wentworth hazafiasan szolgált a hadseregben, és katonai küldönc lett. Csak úgy, mint a nála sokkal ismertebb Paul Revere. Közlegényként még a függetlenségi háború egyik legfontosabb csatájában, a saratogai ütközetben is részt vett. Azt pontosan tudjuk, hogy 3 hónapot szolgált John Langdon ezredes mellett, aki híres New Hampshire-i hazafi és katonatiszt volt. Hogy lehet az, hogy egy ilyen kiváló jellem, egy ilyen jó hírnevű ember majdnem eltűnt az amerikai történelemből? Amikor valakit elfeled a történelem, az egy adott társadalomról is elmond valamit. Mégpedig azt, hogy nem értékelik annak a küzdelmeit, aki színes bőrű. 2002-ben Richard Alperin, Newmarketi lakos felfedezte, hogy a háza arra az alapra épült, melyen egykor Chesville háza állt. Még mélyebbre ásott a történelemben, míg végül megtalálta Wentworth és családja teljesen elhanyagolt sírhelyét. Szörnyen nézett ki, mindent gazborított, a fejfák többnyire töröttek voltak, és alig látszottak ki a földből. Így kezdődött el minden. És aztán naívan azt mondtam, helyreállítom a sírhelyet. Voltak olyan lakosok Newmarketben, akik úgy döntöttek, hogy megakadályozzák a sírhely rendberakását és Wentworth Chesville emlékének feltámasztását. Megpróbálták elérni, hogy letartóztassanak. Mert nem tudtam, hogy egy helyi törvény szerint nem szabad magánsírhelyen dolgozni, csak ha írásos engedélyt kapunk egy leszármazottól. 4 év kemény munka után a leszármazottak segítségével Alperin kitakarította és helyreállította a sírhelyet. 2007-ben meggyőzte az Állami Történelmi Társaságot, hogy biztosítsanak emléktáblát a sírhelyhez. Túl sokáig volt elfeledve. Megfeledkeztek arról, hogy milyen eredményeket ért el. Hogy ő volt a város egyik alapítója. Nem tudok megbékélni azzal, hogy egy városban nem tudják, hogy ki volt itt előttük. Pedig ezeknek az embereknek köszönhetjük azt, hogy mi most itt vagyunk. 1 év kivételével Wentworth Chesville felnőtt életének minden évét a közszolgálatában töltötte. Többek között volt számvevő, történész, kárbecslő, régész, bíró és még halottkém is. A közösség megbecsült tagja volt, és többnyire ilyen vagy olyan minőségben a városvezetés képviselője is.
A közigazgatás számos területén kipróbálta magát. Nem a betöltött pozíció presztízse érdekelte, hanem ott segített, ahol csak tudott. Olyan országban élünk, ahol az értékeket helyezik az első helyre. Az, hogy nem ismerjük el egy olyan ember eredményeit, aki ebben a korszakban élt, számomra elképesztő. Bár majdnem elfelejtették, Richard Alperin és társai kemény harcot vívtak azért, hogy feltámasszák Wentworth emlékét, és biztosítsák azt, hogy a Chesfield név fennmarad. A hátrányos helyzetűeket fel kell emelni. Meg kell emlékezni arról, amit ez az ember egész életében tett. És ki kell emelni. Amennyire tőlem telik, ezt minden úton, módon segíteni fogom.